Sziasztok! Amikor ezt a videót látjátok, akkor én már javában elkezdtem a Vipassana meditációt Indiában, Jaipurban, ahol 10 napot fogok eltölteni, és összeszedtem nektek, hogy nagyjából hogy néz ki ez a meditációs tábor. Annyit előjáróban, hogy India egyik legősibb meditációs technikájáról van szó, körülbelül 2500 évre nyúlik vissza, és betegségeket is gyógyítanak ezzel a módszerrel. Csak ugye egy picit szemléletesebbé tegyem, hogy miről is szól ez a 10 napos meditáció. Egy hasonlattal fogom elmagyarázni nektek. Van egy laptopotok, ami időről időre egyre lassabb és lassabb lesz. Ez azért van, mert hogy neteztek, folyamatosan bizonyos oldalakat nyitottok meg, ami előzményeket tölt le a számítógépetekre. És pont ezért ez folyamatosan lassítja a gépeteket. És ahhoz, hogy a gépetek újra gyors legyen, ahhoz ezeket a sallangokat, ezeket a háttérben futó, letöltött kis, nem tudom pontosan, hogy is hívják, nem vagyok egy informatikus, ezeket az előzményeket, ezeket törölni kell, hogy újra gyors legyen a gépetek. Na most ez ugyanígy van az emberrel is, hogy az évek során rengeteg dolog felhalmozódik, ami miatt azt érezzük, hogy már telítve vagyunk sok-sok információval, sok olyan dologgal, amire nincs is szükségünk a mindennapokban, ami csak tulajdonképpen foglalja a helyet egyrészt az agyunkban, a gondolatainkban, és ezektől kell letisztítani magunkat, és erre tökéletes a Vipassana meditáció. Elmondom nektek, hogy nagyjából hogy fog kitelni egy napom. Reggel 4 órakor van az ébresztés, aztán 5:30-7 van meditáció, amit választhatok, hogy a meditációs teremben vagy a saját szobámban végzek majd el, 6:30 van reggeli, egészen 8-ig. 8 és 9 között ismét van egy meditáció, ez egy csoportos meditáció. 9 és 11 óra között szintén választhatjuk, hogy a saját szobámban szeretnék meditálni, vagy pedig a többiekkel közösen. Van egy ebédszünet 11 és 12 között, majd egy kis pihenés 12 és 1 óra között, aztán 1 órától ismét meditáció 2:30-ig, 2:30-tól 3:45-ig csoportos meditáció, majd megint meditáció változatosság kedvéért, és 5 és 6 óra között van egy teaszünet. Vacsorát ezt nem kapunk, szóval eléggé fel kell tankoljunk délben, illetve reggel ahhoz, hogy ne legyünk éhesek aztán este. Teaszünet után 6 és 7 óra között van egy csoportos meditáció ismét, 7 és 4:45 között pedig megbeszélés van a tanárunkkal, aki vezeti a meditációt. Ez azért nagyon érdekes, mert ennek a meditációnak a lényege, hogy 10 napig nem beszélhetünk, nem használhatunk internetet, nem olvashatunk, tehát semmi olyat nem csinálhatunk, ami elvonja a figyelmünket saját magunkról. Elég kemény 10 napnak nézek most elébe, viszont arról is gondoskodtam, hogy utána azért legyen egy kis élmény, egy kis kirándulás, úgyhogy a meditáció után pár napot még Jaipurban töltök, majd pedig leutazom Dél-Indiába, Kosimba, ahol azért már trópusi idő lesz, 35 fok van jelenleg is, és ott egy picit rákészülök már Balira, és bejárom a környéket. Túrázni szeretnék, teaültetvényekre eljutni, lakóhajóval a lagunákban csónakázni, illetve egy picit belemerülni az ajurvédikus gyógymódba. Érdemes azt folyamatosan figyelni a napi sztorikat Facebookon és Instagramon is, oda folyamatosan töltöm majd fel a videókat, képeket, érdekességeket, mesélek majd Indiáról, mutatok érdekességeket, kóstolok finomságokat, szóval izgalmas egy hónapnak nézünk elébe. Egészen február 27-ig, tehát Indiában leszek, és remélem, hogy velem tartotok.